Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Hát úgy néz ki, szerencsére, hogy túl vagyunk a koronavíruson és az azzal járó minden egyes megpróbáltatáson, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülök, hogy itt a Fehérvár TV-ben már olyan témákról is tudunk beszélgetni, amik már a vírushoz képest mondjuk a másod vagy éppen harmadrendű témakörbe tartoznak, ugye a nyáról. Nyáron mindenki szeretne jól kinézni, nyáron mindenki tényleg meg szeretné azt mutatni, hogy mennyit combosodott, mennyit izmosodott az elmúlt időszakban, és alapvetően szerintem ez egy emberi tulajdonság, hogy tényleg szeretnénk szépek lenni, és olyan testtel megáldottak, akikre úgy felnéznek az emberek, akiket jó megnézni, vagy ugye amikre büszkék tudunk lenni. Úgyhogy mai napon ezzel foglalkozunk igazából, hogy hogy tudunk nyára formába lendülni, hogy lehet elérni a nyári bombatestet. Vendégem a stúdióban Darvas Réka, személyi edző. Szia, köszöntelek téged! Szia, sziasztok! Ugye nem egy egyszerű téma, egyszerűnek tűnik ez a téma, és mindig azt mondom, hogy téma minél egyszerűbbnek tűnik, annál bonyolultabb. Minél közhelyesebb, annál bonyolultabb, mert azért válik közhelyé, mert a hétköznapok fontos részét képviseli, ezáltal ugye mindig puffogtatjuk, és mindig erről beszélünk, ilyen mondjuk a bombatest is, amire azt gondoljuk, hogy olyan könnyű elérni, meg sokan ugye azt mondják, hogy a genetika, nyilván a kettő között van azért az igazság, fontos az is, de azért lehet érte nagyon-nagyon sokat, rengeteget tenni. Úgyhogy a mai műsorban, ugye ez a szakterületed, erről fogunk beszélni itt a Fehérvár TV-ben, hogy lehet nyáron formába lendülni. Először nézzük meg, hogy mik azok a legfontosabb taposóaknák, amiket általában, ugye akik mondjuk nem foglalkoznak ezzel, elszúrnak, gondolják, hogy így kell, aztán marhára nem így kell csinálni. Igen, akkor először is egy nagyon picit kijavítanálak, bár nem szeretlek, de nem nyáron csináljuk, hanem nyárra, mert ez nagyon fontos. Ez így van. Ez egy fontos dolog, elnézést, igen. Ez tényleg fontos. Mert hogy mindenki nyára szeretne ugyebár jól kinézni, kicsit lengébben öltözünk, ugyebár a bikini szezon, és egyébként pont ott a nagy hiba, hogy nyáron elengedik magukat az emberek. Mm-hmm. Tehát amikor már azt gondolják, hogy elérték a célt, akkor így nyáron ugyebár jönnek a kis fagyi, a kis süti, a kis palacsinta, mi egymás, és nagyon hamar visszajön. Pláne, hogyha esetleg tényleg közvetlenül nyár előtt kezdtük el ezt a testet, amit mi valójában szeretnénk elérni, és ilyenkor sajnos hajlamosak vagyunk drasztikus fogyókúrákba belekezdeni, és ezeknek a fogyókúráknak semmi értelme amúgy, mert hogy mindig el szoktuk mondani, és tényleg én is ennek a híve vagyok, hogy nem fogyókúrázni kell, hanem tényleg átállni egy egészséges életmódra, tehát az életmódot kell megváltoztatni. Tehát effektíve nem kell semmiről lemondani, tehát a mozgásnál is, tehát nem kell, ilyenkor vannak azok, amikor jönnek az emberek, hogy akkor most hetente 5-ször szeretnék edzeni, és persze nem egy órát csak, vagy nem egy órát csak, hanem 90 perc, 120 perceket akár, semmi értelme. Tehát, hogy semmi értelme, elve nem kell heti 3-szor bőven elég edzeni, de ezt nem előtte egy hónappal kell elkezdeni. Most sajnos azt gondolom, hogy ebben az időszakban pont akkor kellett volna, nyilván előtte is már azért kellett volna figyelnünk, sportolnunk, de hogy pont az az időszak esett ki, amikor egy picit jobban koncentrálunk a nyári formára. Uh-huh. Tehát ez a márciustól, hogy belettünk zárva, és ugye bár erről is beszéltünk, hogyha valaki otthon, valakinek például most jött igazán át ez az egészséges életmód érzés, hogy akkor most otthon van ideje főzni, van ideje akár elkezdeni edzeni, ami nagyon szuper, azt gondolom. És én most találkozom olyan emberekkel, akik ezt így most így folytatják és végigviszik, és szerintem fantasztikus, mert tényleg elkezdtek egy úton járni, ami eddig nem is volt esetleg idejük, most bele tudták iktatni a napirendjükbe, és esetleg így, hogy most szépen jövünk vissza az életbe, még tényleg bele is tudták csempészni, mert rájöttek, hogy ez nekik fontos, ugye bár szoktuk mondani, hogy 21 nap alatt szokott minden szokássá válni, hát most sajnos sok 21 napunk volt, ha úgy vesszük. Persze. Úgyhogy most egy picit nehéz, de ez a bombaforma vagy bombatest igazából nem is tudom kinek mi, és ahogy te is mondod, tehát a genetika, az odafigyelés, tehát kinek mi a célja, ez is érdekes, hogy mit akar elérni. Igen, ezt jól mondtad egyébként, hogy ez nem úgy, hogy megcsináljuk, és akkor az megmarad. Így van. Nagyon gyakorta megkapják azok az emberek, akik mondjuk kondíznak, sportolnak, hogy hova edzel még, hova fogyókúrázol még, miért nem hagyod már abba, nagyon jó, csak abba adja az ember, és ez egy hálátlan sport, hogyha ezt nézzük, idézőjelben, hogy ki hogy közelíti meg, egy hétig nem csinálod már olyan szinte, nyilván kis túlzás, amit nem csináltál volna semmit, tehát folyamatosan egy életmóddá, szokássá kell tenni. És nyilván az embernek minél mélyebben gyökereznek azok a szokásrendszerek, amik ugye nem feltétlenül emetesthez vezetnek, annál nehezebb lesz neki, annál nagyobb harc. Tehát érdemes a szülőknek már ugye gyermekkorban tudatosítani, mozgástáplálkozás, stb. Nyilván nem versenyzőket kell nevelni, de azért ez fontos dolog. Na akkor nézzük meg ugye általában, ami nagyon nagy gond probléma az ilyen esetben az embereknél, mint a nőknél, mint a férfiaknál, hogy a has kérdésköre. Én azt látom egyébként, hogyha van az embernek mondjuk egy kidolgozottabb teste, van egy olyan has, amivel nem foglalkozott, az egészet agyon csapja, de nincs annyira kidolgozva a teste, de szép hasa van.
nagyon sokat javít rajta már az is. Tehát a has az egy nagyon fontos, ezt jól látom? Igen, egyébként ez kényes terület, én is azt gondolom, hogy mind a két nem számára. Hát a hasnál egyébként azért azt szeretném tisztázni, hogy ott a legfontosabb tényleg a kaja. Az a konyhában készül a jó has. Ez szó szerint. Tehát, hogy az embereknek mindig azt szoktam mondani, vagyis a vendégeimnek mindig azt szoktam mondani, hogy ne keseredjünk el, amikor elkezdünk edzeni, és hirtelen azt látjuk, hogy akár a hasunk is egy picit úgy nagyobb lesz, tehát, hogy mindenképpen kell az étkezésre figyelni, mert gondolj bele logikusan, tehát, hogy raktározva van valami itt hordjuk a pici csomagot, nem is kell, hogy nagy legyen, tényleg elég csak pici, nagyon szépen dolgozunk rá, de hát az nem fog eltűnni, tehát most formáljuk alatta a hasizmat, ami mindenkinek van hasizma, formáljuk alatta, és ezt szépen elkezdjük kinyomni. Tehát muszáj, hogy ez a kettő együtt működjön, hogy nagyon szépen formáljuk a hasizmunkat, és közben nyilván, ahogy csökkentjük ugyebár a rossz ételek, tehát a rossz minőségű ételeknek a bevitelét, ez nagyon szépen fog csökkenni ez a kis réteg rajta, szépen a bőr is visszasimul, tehát ezzel nagyon sokat lehet változtatni. Tehát maga, és most nem a kockahasról beszélek, hanem most tényleg arról, hogy valakinek viszonylag szép, laposabb legyen a hasa, tehát önmagához képest. Az a konyhába készül el, de ez nagyon fontos a férfiak és a nők esetében is, az a legkényesebb. Mik azok a rossz kaják, ugye mondtad a rossz kajákat, hogy mik azok, amik a legrosszabbak, mondjuk, amiket tényleg hagyjuk el? A nőknél, tehát a cukros étel, az, tehát hogy a cukros üdítők, a cukros sütemények, a péksütemények, tehát hogy gyakorlatilag ez a test, és ráadásul nekünk nőknek ide oldalra, ez gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy még a túrorudi is ide megy. De tényleg. Mm-hmm. Tehát, hogy sajnos ezeket a finomított termékeket, ezeket ki kell hagyni az életből. Tehát cukor akkor az. Tehát cukor az nem. Én nem vagyok a liszt ellen sem, de hogy én azt gondolom, hogy azért mindent mértékkel. Tehát most már annyira jól kitalálták, hogy mit mivel lehet helyettesíteni, tehát nem azt mondom, hogy egy teljes, mert akinek nincsen problémája, nincsen mondjuk intoleranciája, vagy ételérzékenysége, akár mondjuk a lisztre, vagy tejre, bármire, akkor nincs egyébként az a probléma, tehát az bizonyos mennyiségben egyébként teljesen jó. Csak akkor próbáljunk meg tényleg teljes kiörlésű liszttel sütni, főzni, de erről beszélgettünk, hogy amúgy is nagyon-nagyon jó vannak, amiket önmagában lehet akár sűríteni, rengeteg zöldség. Tehát most már annyira jó édesítőszerek vannak, hogy már egy édességet sem probléma egyébként megcsinálni. Tehát úgy, hogy finom gyakorlatilag, mintha rendes cukorra lenne megcsinálva. Igen, igen. Tehát ezek a cukros dolgok, ezek mind ide rakódnak. Ugye nagyon sokan azt mondják, azt vallják, ugye, hogy nagyon sokat mozog, de ugyanannyit eszik, és akkor le fog menni. Ezen nem változtat. Én olvastam rengeteg olyan cikket, azt mondják, hogy a mai kor embere úgy eszik, amennyi cukrot, amennyi szénhidrátot bevisz, naponta maratonokat is futhatna, igen, kis túlzással, akkor sem lesz drasztikus változás. Tehát amit én olvastam, hogy 70% körülbelül a kaja, ez és a többi az edzés, meg a mozgás, de a kajára odafigyelsz, akkor teljes mértékben rendben vagy. Akkor most nézzük gyakorlatban mondjuk hasizomra, ugye megtanultuk tornórán a felüléseket, hogy azt csináljuk. Azóta van egy csomó módszer, ugye olvastam olyat, hogy a lábemelés sokkal jobb a hasizomra, vagy például, hogy van ez a plank, ami mostában nagyon nagy divat. Hát arra is valaki esküszik, valaki nem esküszik, te mit mondasz, hogy mik a jó hasizom gyakorlatok, amit könnyű otthon is meg lehet mondjuk csinálni. A felülések egyébként teljesen jók, hogyha helyesen van kivitelezve, mert azt egyébként pont ez a kis lumbágó szakaszt eléggé tudja bántani. Tehát a gyerekekkel ugyebár csináltatják meg, hát most is a mai napig csinálják, ami egyébként tényleg jó egy alapgyakorlat, de azért ott gyerekkorban meg kell tanítani ezt a helyes kivitelezését, mert látom felnőtteknél is, hogy ez így nem sikerült. Egyébként magamon is láttam, tehát hogy én újra tanultam ezt a dolgot. Hát a plankről annyit kell tudni, hogy annak is van egyébként az egy nagyon-nagyon-nagyon jó feladat, mert nem csak hasizomra, hanem ugyebár a törzs, tehát ott nagyon sok minden együtt van, de annak annyira tökéletesen kell, és egyébként hamar meg lehet tanulni, ha valaki egy picit is szán rá időt, annyira tökéletesen kell tartani, hogy van egy ilyen fokozat, tehát ilyen fokozatba szoktam szó szerint, amikor még csak a térdet felhúzzuk, amikor tényleg utána rakjuk teljesen nyújtva a lábat, tehát hogyha azt jól megtanulod, az egy nagyon-nagyon jó hasizom, mert az teljesen az egész hasizmot befeszíti. Ugyanakkor most már rengeteg minden, amit te is mondtál, hogy azt hallottad, hogy mondjuk a lábemelés jobb.
A hasunk nagyon sok, tehát nagyon sok izomzatból áll, tehát hogy a ferde hasizom, tehát nem véletlenül csináljuk az egyenes hasizmot, nem véletlenül csináljuk a lábemeléseket, tehát minden szakasz külön meg tudunk dolgoztatni. A planknél van az, ahol gyakorlatilag az összes hasizom egyszerre be tud szinte feszülni. De én azt gondolom, hogy nem elég csak felüléseket csinálni, vagy egyenes hasplést, vagy csak simán akár egy orosz twistet oldalra, tehát hogyha tényleg a hasunkra akarunk koncentrálni, tehát hogy az szépen legyen, és minden izomzat a hasunknál ki legyen dolgozva, akkor ezt variálni kell. Tehát akkor tényleg kell az oldaltörzset, tényleg én mondjuk azt preferálom, amúgy is azt elég sűrűn szoktam gyakorlatba így használni, tényleg akár csak simán ferde hasizom, egyenes hasizom, lábemelés, fordított hasprés, rengeteg variáció van, de szinte mindegyiket kell alkalmazni ahhoz, hogy gyakorlatilag az szépen látszódjon. Tehát az egyik legnehezebb akkor hasizom, ahogy kivettem. Igazából nem mondanám, hogy az egyik legnehezebb, inkább azt mondanám, hogy pont ez miatt ilyen szép szerintem, mert hogy ennyi hasizom gyakorlat van, és amit külön-külön meg tudsz csinálni, vagy amit külön-külön bele tudsz csempészni az edzésekbe, pont azt mondanám, hogy szerintem az egyik legérdekesebb, és nem a legnehezebb, mert szinte rengeteg csomó feladatban benn van, észre sem veszed egyébként a hasizmot, akár egy vállérintésnél is, vagy bármilyen, vagy plankből fellépkedésben, amiben igazából nem is a hasizmot dolgoztatod meg, de mégis a hasizom már becsatlakozik, úgyhogy rengeteg olyan feladat van, amiben önmagába is belecsatlakozik, úgyhogy szerintem az egyik legjobb izomcsoportunkról van szó. A másik, amit kérdeznék tőled, hogy rengeteg, mindenre már van termék. Ebben a sportban mindenre. Is mindenre van. Ilyen por, olyan por, amolyan por, ilyen égető, amolyan égető, stb. Ami kétség kívül, mondjuk nézzük a fehérje porokat, mondjuk a legelterjedtebb, gondolom a nézőközös, mert ugye páran fogyasztottak ilyet, ami tök finom, tök jó íz, mert tényleg ez a függővé válsz tőle, mert olyan ízkombinációk vannak. Elképesztő jó. Az a kérdésem, hogy szerinted ezeket, hogyha valaki még hobbi szinten edz, érdemes szedni, van hatásuk, mit tapasztalsz, vagy inkább abból a pénzből vegyenek jó minőségű kaját? Én azt gondolom, hogy ha megfelelően táplálkozik valaki, tehát megfelelően beviszi a fehérjét, akkor nem feltétlenül kell egyébként pluszban akár ilyen termékeket venni. Ha azt vesszük észre, hogy esetleg bár már jó az étkezésünk, de akár nem eszünk annyi húst, tojásfehérjét, akár hogyha esetleg problémánk van, ne talántán a tejfehérjével, mert hogyha nincs, akkor rengeteg mindenből egyébként ki tudjuk vonni, tehát a túrótól elkezdve a sajtokig. Jó, nyilván azért vannak itt mértékek, amivel kell úgy számolni, de hogyha megfelelően beviszed, akkor nem feltétlenül kell, hogyha te hobbi sportoló vagy, én azt gondolom. Én őszinte leszek, én nem szedek külön. Tehát vannak táplálék kiegészítők, amiket azért szedek, és azért kötelezővé is tenném azoknak, akik mondjuk hetente legalább háromszor edzenek, azok az aminósavak, amikre szükségünk van, tehát hogy amiket gyakorlatilag mi nem tudunk ételbe bevinni. Mert ugyebár ezekből állítjuk fel a fehérjét, tehát ahhoz, hogy mondjuk izmot tudjál építeni, azok ugyebár tehát maga a fehérje az aminósavból áll. Tehát hogyha ezeket még gyakorlatilag ki is a szervezetedből ki is adod, meg gyakorlatilag sokat sportolsz, akkor ezeket kell. De plusz ilyen-olyan porokat, én azt gondolom, hogy kajába egyébként, hogyha hobbi sportról vagy, akkor kajába is meg tudod egyébként ezt oldani. Így van. Ami még fontos, ugye nyilván vannak olyan emberek, akiknek tök könnyű az élet ebből a szempontból, olyan testalkattal vannak megáldva, biztos te is látsz ilyet, lemegy mondjuk hetente kétszer csak úgy beszélgetni a konditerembe, és jön rá az izom. És most nyilván ugye olyan embereknek szeretnénk ezzel a műsorra kedveskedni, aki mindig küzdött, van egy csomó ember, nekem is az ismerésük, a neked is, aki mindig küzdött a súlyával, mindig tényleg volt rajta súlyfelesleg, marha nehezen ment le neki ez a súlyfelesleg, ilyen szélmalom harcot vív, és nyilván most nekik szeretnénk ezzel segíteni, tehát a legfontosabb lépés az, hogy akkor tényleg nézzék meg még jobban az étrendjüket, menjenek akár egy dietetikushoz is, vagy egy személyi edzőhöz, tud neki személyre szabott táplálkozási tanácsot adni, elmondja, hogy ugye mit edzen, mit csináljon, meg nyilván ugye, hogyha látja, hogy jön a siker, akkor a lelki erő is nő. Ezáltal alapvetően kell hozzá egy nagyon nagy kitartás, hogy ezt megtegye az ember. Nagyon nagy kitartás kell, én is azt gondolom. Tehát először ezt el kell dönteni fejben, hogy egyébként én akarom-e, vagy nem. Tehát, hogy akarok-e sportolni, akarok-e változtatni a táplálkozáson, tehát az a legfontosabb. Tehát, hogyha ha te elindulsz, és azt mondod, hogy
jövök, de igazából szó szerint duzzogva, tehát nem fog sikerülni. Igen. Tehát a testünk reagál mindenre, tehát erre is reagál. Tehát hogy gondoljunk bele, hogy ha annyira ellenkezünk, hogy ez mennyire nehéz, és én ezt nem akarom, akkor valószínűleg a testem tényleg ezt fog érezni, hogy ez neki nem jó. De ugyanígy van az ételnél is. Tehát, hogyha meg sem próbálom, ez olyan, mint a gyerekeknél. Tehát, hogy például én a kislányomnak azt szoktam mondani, hogy ha valami új ételt kóstoltatok meg vele, ő egyből eltolja, hogy neki az nem kell. Igen. Mindig szoktam neki mondani, hogy semmi baj, kicsim, csak kóstold meg. Ha nem ízlik, akkor nyilván nem fogom erőltetni. De amíg nem kóstolod meg, addig nem tudhatod, hogy neked erre szükséged van, esetleg ízlik-e vagy sem. Ugyanígy van egyébként a táplálkozásban is. Nagyon sok mindenki jön hozzám, hogy mondjuk ők nem szeretik a salátát. Én nem kérek senkit, hogy salátát egyen salátával, mert azt gondolom, hogy az nem is egészséges táplálkozás. Tehát amikor nem viszünk be semmi szénhidrátot, és mellette még edzeni próbálunk, hát akkor pont semmi erőnk nem lesz, nem tudunk gondolkozni, fáj a fejünk, már ott vagyunk, hogy igazából semmi értelme nem volt az egésznek. Igen. De egyszerűen meg kell tanulnunk azt, hogy ki kell próbálnunk új ételeket, ki kell próbálnunk új dolgokat, egy picit odafigyelni magunkra, hogyha nem is tudunk akár főzni magunkra minden nap, akkor is, hogyha esetleg elmegyünk étterembe, most már rengeteg helyen lehet tényleg kapni akár ilyen szénhidrát csökkentett tésztából elkezdve, vagy a rizsek, a zöldségek, a húsok, ilyen-olyan szószal, akár hogyha jól meg van csinálva, teljesen rendben vannak ezek, csak oda kell figyelnünk, tehát és ami nagyon fontos, tehát muszáj, hogy leüljünk enni. Tehát a legnagyobb ellenség a testünknek az, amikor így rohanunk, hogyha nem eszünk, egy, rohanunk, nem eszünk semmit, kettő, vagy bekapok tényleg három falatot, és ezt így útközben, és mondjuk a gyomrom fel sem tudja dolgozni, hogy éppen mit csinálunk. Uh-huh. És akkor itt jön az, amit te mondasz, vannak a másik oldalon, akik szerencsések, akik mondtad, hogy tehát lemennek egy liter tejér, és felszedtek egy kiló izmot, és egyébként leadtak 2 kiló felesleget. Igen, tehát vannak ezek a típusú emberek. Ami nagyon fontos, hogy nem szabad egyébként egymáshoz hasonlítani. Tehát az edzéseken is mindig elmondom, hogy tehát ott ez a te edzés, tehát ott a szomszédod, ott van Gizi, ott van Józsi. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy neki mi a célja, tehát, hogy neked mi a célod, te miért vagy itt. Tehát, hogy ezt összehasonlítani, hogy neki azért könnyű, mert a genetikája ilyen jó. Figyelj, vannak emberek, akik meg nem tudnak hízni. Nekik az a problémájuk. Persze, mindenki más akar lenni, mint ami valójában. Így van, mindenki. Mondta ezt a salátás dolgot. Uh-huh. Azt gondolom, azért megy nehezen nekünk, mondjuk magyar embereknek salátevés, ugye, mert az jut eszünkbe még nagyon, főleg a mi generációnknak, mondjuk a saláta kapcsán, az, amit mondjuk gyermekkorunkban legyen egy kis saláta, amikor igen, semmi kultúrája nem volt az elkészítésnek, a zöldségköret, ugye, meg azért, mert mi van szintén a mi korosztályunk fejében, hogy ott van mondjuk a répa, ott van a karfiol, meg ott van mondjuk a fehér répa, a zöldség, igen, az úgy vízbe megvan párolva, és egy kis só rajta, azt nyilván élő ember nem tudja megenni, mert az tényleg rettenetes és ehetetlen kategóriába tartozik. Tehát ezek olyan jó zöldségeket lehet venni, olyan jól most már el tudják készíteni. Tényleg én például minden zöldséggel eszem, én szeretem a pacalt, én azt is zöldséggel eszem. Tök hülyenek néznek ilyet az étterembe, jogosan hozzáteszem, de én azt azzal eszem, meg mert azzal szeretem. Uh-huh. És mondom, olyan jó zöldségeket lehet köretkén már kapni, hogy fel se tűnik, hogy te zöldséget eszel. Egyébként minden főétkezéshez kell zöldséget enni. Igen. Tehát, hogy nem véletlenül szoktuk felosztani. Tehát fel kell osztani, hogy gyakorlatilag tényleg ott a fehérje, ott van a kis szénhidrát, és gyakorlatilag az 50%-ának egyébként zöldségnek kéne lennie. Igen. Igen. Tehát, hogy milyen hihetetlen, és amit te is mondasz, hogy hát mi itt nálunk megállt igen a tudomány, tehát ennél a pár zöldségnél és kész, pedig tényleg annyi finomság van, hogy ilyen például a krumpli is, tehát mondják, hogy krumplit nem szabad enni, hát az édes burgonya az egyik legjobb. Nagyon finom. Például nagyon finom, de hát most már a brokkolit is annyira finoman el lehet készíteni, tehát akár párolva is, és persze, egy pici sóval, másik zöldséggel, akkor ez egy kifejezetten ízletes étel. Ez így van. Na másik, ugye visszatérvén a fő gondolatmenetre, hogy a fiatalabb korosztálynak ez azt gondolom, hogy könnyebben megy, de mondjuk vannak a 35-40-es, 50-es korosztály, akik már egyébként korukat meghazudtoló módon néznek ki, adnak magukra, uh-huh, odafigyelnek, hogy fiatalosak legyenek. De van köztük olyan, ugye, akik azt mondják, hogy ebbe a korban már minek, nekem úgyse sikerül, én mindig ilyen voltam, de közben belül pedig vívódik magában, és bármennyire nem vallja be, biztos találkoztam, hogy engem igen, már nem érdekel, de közben igen, pedig azért eszibe elül a méreg, hogy úristen, az de jó néz ki, meg miért nem nézek ki el jól. Hogy őket hogy lehet akkor arra rávenni, hogy akkor vedd közel ezt az állarcot, és akkor figyelj, nyugodtan vállald be, nyugodtan csináld, és akkor álljál neki te is edzeni. Az egészségükkel.
Igen, a ház az egészségükkel. Egy jó dolog. Uh-huh. Tehát, hogy ők azok a típusú emberek, akiknél az egészséget kell megfogni, tehát, hogy rá kell őket ébreszteni arra, hogyha nem foglalkoznak az egészségükkel, akkor komoly problémájuk lehet. És azt veszem észre egyébként, hogy az utóbbi években egyébként sokat fejlődött az ország ebbe, tehát egyre többen mozognak ebbe a korba, és egyre többen kezdenek el, tehát, hogyha még eddig nem is sportoltak, vagy nem is változtattak életmódot, most már szerintem elég jól fejlődünk. De mivel nagyon-nagyon sokat foglalkoznak akár tehát mindenhol a média, mindenhol ezt olvasod a cukorbetegséggel, tényleg most már ugyebár vannak az ételallergiák, a pajzsmirigy, a szívérrendszer, most már tényleg a csapból is ez folyik, ezáltal sokkal hamarabb megijednek, megrémülnek az emberek, hogy akkor úristen, akkor jó, akkor levetkőzöm ezt a problémát, akkor felkeresek valakit. És egyébként erre nagyon jó, hogy most már maga a személy edzés is picit így előtérbe került, mert most már nem feltétlenül kell valakik nem szeretnek bemenni akár nagy termekbe, edzőtermekbe, ahol azt látják, hogy jönnek a kigyúrtak, de hát nekik is kell valahol edzeni, akár versenyzőknek, tehát ez teljesen normális, és egyébként azt szoktam mondani a vendégeknek, hogy higgyétek el, nem azt fogják nézni, nem. Hogy te ott, vagy sőt, azt fogják mondani, hogy te ott állsz a futógépen, és azt mondják, hogy na, hogy ez becsülöm. De tök jó, nagyon jó, nagyon jó vagy, gyerünk, igen. Csináld még, és megveregetik a vállat. Vagy akár egy csoportos órára, tehát hogyha nekik ilyen, tehát hogyha ők nem érzik jól magukat, akkor tényleg kiváló az, hogy el kell menni egy személyedzőhöz, csak ott foglalkoznak vele, akkor szépen a kis saját világában, akkor nincs az, hogy ő nem tudja, hogy mit csináljon. Szerintem plusz ezeknek az embereknek kell is. Tehát kell az, hogy egy ember ott álljon mellettük, és folyamatosan motiválják, hogy figyelj, ezért kell csinálnod az egészséged, nagyon jó, hogy itt vagy, gyerünk, csináld ezt, meg fogjuk tudni oldani, ezt változtasz, azt változtasz, itt vagyok veled. Nagyon-nagyon fontos ebbe a korosztályba. Ebbe a korosztályba a legfontosabb. Mert a fiatalok hamar elindulnak, abba hagyják, egy kicsit megint elindulnak, ők inkább arra koncentrálnak, hogy hú, jól nézzenek ki. Amivel tudod őket motiválni, de ennél a korosztálynál muszáj az egészséget már hozni. Igen, igen. Nekik is fontos nyilván a kinézet, de minél jobban korosodik az ember, annál jobban kerül mondjuk az egészség, a belső értékek ugye az előtérben. Ugye most benne vagyunk azért a nyárban, tehát nyilván nem kecsegtetünk azzal senkit, akinek mondjuk van egy nem feltétlenül előnyös testalkat, hogy akkor most mondjuk nekiállsz, akkor két hét múlva már úgy nézel ki, hogy mit leszel. És akkor ugye sokan azt mondták, hogy hát akkor ezt a nyarat még így végigeszegettem, végig tolom úgy előző életemben, ezt azért ne tegyék. Mert gondolom, ilyennel is találkoztam már. Ezen a nyáron nem, de nyár végén tényleg nekiállok, és akkor következő nyára jó, és mondjuk ezt mondjak már 10 éve. Erre nincs jó időpont. Uh-huh. De most a legjobb időpont minden. De hogy úgy mondom, hogy nincs jó, mert hogy ha halogatunk, tehát hogyha halogatjuk ezeket a dolgokat, tehát azért nincs értelme, mert hogy ez bármikor el lehet. Ezt el lehet, tehát ez teljesen fölösleges azt mondani, hogy majd jövő hét hétfőtől, igen. Majd a következő héttől, majd igen, elengedem ezt a nyarat, és akkor majd szeptembertől. Erre nincsen jó időpont, erre mindig jó időpont van, hogy elkezdjük. Tehát, hogy tehát a nyarat is, figyelj, én szeretem például a fagyit, de hát a fagyit is, tehát lehet enni olyan fagyikat, amiket amúgy is lehet, de nincs azzal semmi probléma, hogyha becsúszik egy-egy gombóc fagyi, vagy egy-egy kis koktél, most mondtam egy példát, nem ezekkel van a probléma, csak amikor, ahogy te mondod, az elengedéssel, amikor elengedjük a testünket. Tehát ez a jó szó rá, hogy elengedjük. Mm. Nem szabad elengedni. Tehát, hogyha mindent mértékkel csinálunk, és mellette azért, mert jó idő van, pont ez a lényeg, jó idő van, ki kell menni a szabadba sportolni. Tehát nem kell bejönni a terembe, ki kell menni nyugodtan. Tényleg a kora reggeli kis kocogások, akár a séta, a gyerekekkel a bicikli, akár a túrázás, akár az úszás. Tehát ebbe az időbe annyi olyan sport van, szabadidősport, amiért nem kell bevonulni a terembe, vagy a családtól elvenni az időt, hanem a családdal együtt is tudunk mozogni. Persze. Tehát ilyenkor kell ezt csinálni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem én mindenkinek azt mondom, hogy ez a legjobb idő, hogy elkezd. Ugye van a másik véglet, akik azt mondják, hogy hát én úgy vagyok vele, engem ez nem érdek, hogyha én meglátok valamit, azt megeszem, nem már megvonjam magamtól ezt a tortát, nem már ezt meg azt, én megeszem ugyanúgy azokat az ételeket, amit ti nem, mert szerintem ti nem vagytok normálisok, mert csak egy életem van igazából, és azt hadd élvezem. Nyilván el lehet vitatkozni, mit nevezünk az élet élvezetének, de mások ugye az értékek, valakinek fontos az egészség és a kinézet, de ismerek egy csomó embert, akik jó emberek, és nagyon szeretjük őket, és ugyanolyan értékes emberek, csak nekik más a prioritás az életben. Ugye nem érdekes neki a kinézet, nem érdekes annyira az egészség, mert hogy ő is ennyi tevet és elért. 100 évig ő meg egészségesen élt, és akkor meghalt. Nyilván vannak kivételek persze mindenhol. Vannak egyébként, én azt gondolom, hogy aki annyira
hogy mondjam, tehát aki annyira ellenkezik, teljesen felesleges egyébként vitába szállni vele. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki érzi a saját testén, hogy kell-e változtatnia, vagy sem. Tehát, hogy én szoktam ilyen emberekkel azért úgy beszélgetni, hogy jó, de azért nincs ezzel semmi probléma, nagyon jó, hogy te így jól érzed magad, nyilván nem mehetek én se oda, meg te sem mész oda az emberekhez, és akár barátod, akár ismerősöd, akár az utcán, hogy figyelj, változtatnod ki. Tehát nyilván nem. Tehát ahogy beszéltük is, a legfontosabb, hogy fejben dőljön el, tehát neki kell változtatni ezen. Nem szólhatunk bele senkinek az életébe, hogy hé, figyelj oda, mert hogy probléma lesz. Mert tényleg mi van akkor, hogyha most mondok valamit, tehát pont ő az egy szerencsés, aki egyébként lehet, hogy mondjuk, most mondok valamit, nem tudom, 30 kiló súlyfelesleggel, de egyébként nagyon boldog, semmi problémája, és mondjuk lehet, hogy az égvilágon semmi olyan nem lesz 89 vagy 98 éves koráig. Elképzelhető, de ettől függetlenül akkor is figyelnünk kell az egészségünkre. Egy-kettő jó példát kell mutatnunk. Tehát azért jön a következő generáció is, egyre több olyan étel kerül be a világba, ami már, hát azért most nézzük meg, régen mondjuk egy zsíros kenyértől nekünk nem fájt a gyomrunk, azon nőttünk fel, most már azért van vele probléma, tehát hogy ahogy fejlődünk, ezekben is vannak fejlődések, nem feltétlenül mindenben jó, tehát vannak nagyon szuper helyettesíthető ételek, de ugyanakkor az alapvető élelmiszerben sajnos én azt veszem észre, hogy azért látunk romlást, és ez sajnos látszódik majd a gyerekeinken is, hogyha nem sportolunk, hogyha nem jól étkezünk, akkor tudjuk mutatni a rossz példát. Igen, ezt jó, hogy mondtad, így a műsor vége felé, jó példa, az fontos, hogy gyerekek már úgy nőjenek fel, egy egészség, tudatos mozgás, tudatos sport, tudatos környezetben. És ugye a jó példa a városban is szerencsére, ugye tetten élhető Fehérváron, hiszen tényleg rengeteg lehetőség van. Futásra, kondiparkok, rengeteg konditerem van. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy csak az nem sportol, aki igazából nem akar. Aki nem akar, pontosan, mert egyébként a város szerintem tökéletesen megadja mindenkinek, amire szükség van. Igen. Na ez egy szép fékszó volt, Réka, köszönöm szépen. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.